Sziasztok, egy szuper gyors és nagyon finom desszertet hoztam nektek, egy mánás pohárkrémet. Ebben az édességben az a jó, hogy fagyasztott mánából készül, vagyis egész évben készíthető. Először készítsük el a rétegek közé a mána öntetet. A fagyasztott mánát belerakjuk egy fazékba, hozzáadjuk a cukrot és a vanília aromát. Gyorsan felfőzzük és félretesszük. Amíg hűl, elkészítjük a vaníliakrémet. Ezt három részből fogjuk összeállítani, lesz egy tojásos krém, lesz egy mascarpone és tejszínes hab, illetve egy tojásfehérje hab. Az elsővel kezdjük, a tojássárgáját a porcukorral, gépi habverővel jól kihabosítjuk. A mascarpone-t a tejszínnel habosra verjük, majd a tojásfehérjét a porcukorral a kis gépünkkel szintén kidolgozzuk. Azért szeretem ezt a gépet, mert kicsi és kompakt, árérték arányban nagyon jó, és ezekhez a könnyű habokhoz tökéletes választás. Az elkészült krémeket lágyan összeforgatjuk, közben vaníliával ízesítjük. A pohárkém rétegezéséhez először is szükségünk lesz valami ropogós rétegre, ezt a kedvenc kekszünkkel fogjuk tudni megoldani. A ropogós keksz rétegre rétegezzük a krémet, illetve a málnaszószt. Az etére pedig kedvünk szerint tegyünk friss málnát. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornánkra, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!